Közeledik a karácsony, ilyenkor egyre izgatottabb és talán kicsit szétszórtabb mindenki, hogy az ünnepekre mindennel készen legyenek. A rendőrség arra hívja fel a figyelmet, hogy a bevásárláskor és az ünnepek alatti családlátogatás alkalmával is vigyázzunk értékeinkre. Az első és legfontosabb, hogyha elmegyünk otthonról, akkor az ingatlanainkat minden esetben jól zárjuk be, és ne tegyük virágcserép alá, akár lábtörlő alá a kulcsot, hiszen azok az emberek, akik ezzel foglalkoznak hivatásszerűen, hogy mások ingatlanaiba bemennek, ezeket a helyeket előszeretettel keresik meg, és sokkal könnyebb dolguk lesz, hogyha itt teszünk. A szomszédot vagy a közelben élő rokont megkérhetjük, hogy a postaládát ürítsék ki, és a redőnyt olykor húzzák fel, így annak látszatát keltjük, hogy otthon van valaki. A szóvivő kiemelte, a bevásárláskor is fontos, hogy odafigyeljünk. Autóinkat mindig zárjuk be, azokban semmilyen nagyobb értéket látható helyen ne hagyjunk, hiszen ez is hivalkodó lehet, és egyetlen mozdulattal a hozzáértők kitörik az autónknak az üvegablakait, kipakolnak belőle, és már boldogtalanná is teszik a karácsonyunkat. Emellett a bevásárlóközpontokban nagy tömegben közlekedünk, az értékeinket mindig úgy tegyük el, hogy ahhoz ne férhessenek hozzá akár a zsebtolvajok. Ez azt jelenti, hogy ne tegyük jól látható helyre, és a táskát is cipzározzuk be inkább. Ha sok készpénz van nálunk, azt ne egy helyen tartsuk a biztonság kedvéért, de a legjobb, ha bankkártyával fizetünk. Nagyon fontos az, hogy az ünnepek nyugalmát mindenki számára meg tudjuk őrizni, ezért kollégáim fokozottan fognak ellenőrzéseket tartani az ünnepi időszakban is, hiszen Tolna megyében sajnos megemelkedett azoknak a baleseteknek a száma, amelyeket ittas vezetők okoznak. Ez azt jelenti, hogy a sérüléses baleseteknek csak nem 13%-ában az ittas volt a járműnek a vezetője, aki a balesetet okozta. Éppen ezért az ünnepi időszakban is számítani lehet a megye egész területén a szondáztató járőrökre, és mivel Magyarországon zéró tolerancia van, az egyenruhások mindenkivel szemben eljárást indítanak majd, ahol pozitív értéket mutat a műszer.